A Covid miatti korlátozások ellen tüntettek szombaton Bécsben. A rendőrség számításai szerint körülbelül 10 000 ember demonstrált több helyszínen. Több esetben pénzbírságot szabtak ki, mert a tüntetők nem viseltek maszkot, illetve megsértették a gyülekezésre vonatkozó szabályokat. Ausztriában február 5-től az éttermek este 10 helyett éjfélig tarthatnak nyitva, emellett megszűnnek azok a szabályok, amelyek kitiltják az oltatlanokat az üzletekből és éttermekből. Február 12-től a boltokba való belépéshez már nem kell semmilyen igazolást felmutatni. Oroszországban gyorsan terjed az Omikron változat. A járvány kezdete óta először regisztráltak 100 000-nél több napi új fertőzöttet. Azokban a régiókban, ahol nő az esetszám, az iskolák távoktatásra térnek át. A kórházba került gyerekek 50%-a 4 évesnél fiatalabb. Jellemzően magas lázzal kerülnek be hozzánk, de ez a láz 2-3 napon belül megszűnik. Gyakorlatilag senkinek sincs közülük tüdőgyulladása, mondja egy gyerekkórház főorvosa. Az országban szombaton 113.122 új esetet jelentettek, amivel megdőlt az előző napi rekord.